Kis ízelítő az idei szertartás játék zenei anyagából, melyet ez évben is Szirtes Edina a Mókus jegyez. Idén augusztus 18-19-én 5. alkalommal rendeznek koronázási szertartás játékot a városban. Ez évben harmadik Béla koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János, Hirtlény István főszereplésével. A darab nem véletlenül viseli az Aranykor trónusánál címet, hiszen az Árpád ház talán legfényesebb uralkodója volt harmadik Béla. Az életéből készített szertartásjáték pedig több újítást is tartalmaz a korábbi évekhez képest. Az egyik ilyen újdonság, hogy az előadásban cirkuszművészek is részt vesznek, de idén gyökeresen megújult dísztettel is találkozhat majd a közönség. Harmadik Béla egy fantasztikus személyiség és egy óriási uralkodó volt. Gondoljunk bele, hogy több mint 2 évtizeden keresztül uralkodott, és az akkori források feljegyzése szerint az akkori világban a német-római császár és a bizánci császár után neki volt a legnagyobb jövedelme. Hát ez fantasztikus. Gondoljunk bele abba, hogy az angol király, a francia király óriási birodalmához képest a magyar birodalom nem csak területileg, hanem gazdaságilag is ugyanúgy jelentős. Ezt a gazdagságot, ezt nem véráldozatok árán, nem csatákkal, hanem szisztematikus építő, országépítő munkával valósította meg. Ez is nagyon nagy dolog. A korabeli viharos Európa viszonyait tekintve. Az országépítésbe azonban más is beletartozik, nem csak az adójövedelem. Beletartozik az építkezés, a városok építése, az esztergomi palota teljes felújítása, a ciszterciremnek magyarországi meghonosodása, és beletartozik egy másfajta építkezés, a kultúra építkezése, az írásbeliség elterjedése. Az ő udvarában tevékenykedik Anonymus, kezdi összegyűjteni a múltról szóló krónikákat, a gesztákat, és megjelenik egy szemlélet, ami a későbbi államszervezés szempontjából nagyon fontos lesz, nevezetesen mindent le kell írni. És ez az attitűd, hogy szó elszáll, írás megmarad, alapon írjunk le mindent, mert az az alapja a hosszú távon tulajdonképpen mindennek. Most ez is egy olyan uralkodói attitűd, ami ma már lehet, hogy meglepő, de akkor ez egyáltalán nem volt olyan természetes. Tehát egy igazi nagy dimenzióban gondolkodó uralkodó volt, aki ráadásul, mivel élete jelentős részét, fiatal élete jelentős részét Bizáncban töltötte, és nagyon jó kapcsolatot ápolt Bizánccal, anélkül, hogy a nyugat-római császársággal, illetve a pápával való kapcsolatát elhanyagolta volna. Tehát ő élete során sikerült egy olyan kelet-nyugati összekötő személyében, egy olyan kelet-nyugati összekötő személyé kultúrdiplomatává kifornia magát, akire Európa uralkodói hadvezérei mind-mind föltekintettek. Tehát a konfliktus úgymond az hiányzott az uralkodása idején, ugye ezzel is hangzott itt a sajtótájékoztatón, hogy emiatt aztán színházi szempontból elég nehéz hozzá nyúlni az ő történetéhez. Hogy egy izgalmas, követhető, jó darab szülessen, hogy tudnak mégis hozzá nyúlni az ő életéhez. Igen, az az élet egyik igazságtalansága, hogy mindaz a szép és jó, amit idáig elmondtam Béláról, az tulajdonképpen színházi szempontból nem érdekes. Tehát abban most mit nézek másfél órán keresztül? Viszont az a felismerés, hogy harmadik Béla ilyen nagy uralkodóvá sok ellentétes emberi erő együttes hatása formálta. Ez a felismerés, ez tulajdonképpen megoldotta ezt a problémát, mert azok az emberek, akik körülvették harmadik Bélát, azok igazi drámával rendelkező, konfliktusokat gerjesztő személyek voltak, hogy messze ne menjek, mindjárt az édesanyja, aki gyűlölte a saját fiát, aki összeesküvés szőt ellene, akit kénytelen volt harmadik Béla saját anyját elzáratni. Tehát ez például már, na ez egy dráma, ezt már nézem, ez már érdekel. Vagy ott van Bánfi Lukács, az esztergomi érsek, akinek nincs koronázás. És az esztergomi érsek azt mondja, hogy én ezt az embert nem koronázom meg. Na ez dráma? Akkor itt konfliktus van, tehát ebben már van mit megfogni.
És ezeknek a konfliktusoknak az ábrázolásával tulajdonképpen Béla úgymond, és ezt most idézőjelben teszem természetesen, eseménytelen élete is nagyon gazdaggá válik, és színházi értelemben pedig ábrázolhatóvá. Hiába tekintjük őt az Árpádház napkirályának, a legnagyobb fejtörést éppen az ő sikerei okozták, mert ha valami sikeres, az nem igazán drámai. Van úgy, hogy úgy állnak a csillagok Európában is, hogy a nagy csaták megszűnnek, éppen mindenki egy ilyen erőgyűjtés vákumában van, és az a 24 év, amit ő uralkodott, abból legalább 20 év egy ilyen csöndes, békés prosperitásban telt el, viszont körülötte óriási energiák és erők mozognak. Megpróbáltuk az ő életét a vallomásosság irányába elvinni. Mindig találunk, vagy keresünk a darab kapcsán a szövegkönyvben egy olyan kiindulási pontot, hogy hogyan lehet megfogalmazni egy életet, és ezt a pontot mi a koronázás előtti utolsó pillanatban tesszük meg most, amelyben egy ilyen furcsa előre és hátra tekint időjátékban a koronát fejére helyezés előtti pillanatban tulajdonképpen végig gondolja az ember az életét, hogy jól sávfárkodott-e a lehetősége, és mint minden nagy szellem és nagy alkotó, azért tele van önmagával kapcsolatban kételjel, hogy az, amire neki megadatott, azt valóban maradéktalanul bevállalta-e, és valószínűleg arra a végeredményre fogunk jutni, hogy igen. Ennek a darabnak a szerkezete, ez mennyire lesz hasonló, mint az előző évekhez képest megszokott volt? Az idő felbontása szempontjából mindenképpen hasonlatos lesz, mert egy ilyen mesterségesen létrehozott kiinduló pontból előre-hátra ugrálva az időben tulajdonképpen végigvesszük az ő furcsa életsorsát, a majdnem bizánci császártól kezdve a családi élet belenyúl. Egy nagyon furcsa ember, aki alig-alig engedett meg magának kilengéseket, alig-alig engedett meg személyes megszólalásokat, és kegyes vagy kegyetlen volt hozzá az utókor, hogy az ő életét tulajdonképpen a képes krónikában sem igazán elevenítik meg. Teljesen egy ilyen bizánci emberi magatartásban teljesen felolvad az őt körülvevő világban, és a világgal együtt szemléli azt, és ebben csöndesség van, nyugalom van, megnyugvás van, kérdésfeltevések vannak, és amikor szóval dönteni kell, akkor hihetetlenül gyorsan, mindenféle habozás nélkül hozza meg a legsúlyosabb döntéseit is. Az, hogy anyját és öcsét évtizedekre börtönbe zárja, és mind a kettőt elküldi a Szentföldre, anyja ott hal meg, az öccse szerencsétlen Géza, akit az anyja akar, és a Lukács is akar trónra emelni, ő is magánzárkában tölt több mint 10 évet, és őt majd Barbarossa Frigyes Magyarországon átjutó keresztes hadai fogják elvinni Szentföldre, a Béla feleségének kifizett könyörgésére, annyira, hogy Géza el is veszíti a saját nevét, és Johannes néven fog meghalni a Szentföldön, sőt, inkább Bizáncban, és akkor az Béla meg a halála után fölkutatja az anyját, és hazahozatja, és Fehérváron temetteti el. Ezek mind megjelennek, tehát azokat az élet sorsokat, amiket ebben ez az ember megelevenít, vagy megjelenít, azokat mind megmutatjuk, és még valami. Nincs még egy ilyen uralkodó az Árpádházban, aki ennyire a világ tengelyében létezne, aki számára a világ ennyire univerzálisan egy és oszthatatlan. Ő nem magyar király, ő nem európai király, ő egy világ egészében gondolkodó, nagy uralkodó, nagyon kevésén uralkodója van szerintem az európai történelemnek, mert a világ egyik legintenzívebb és legképzettebb udvarában, a bizánci udvarban tanítják kifejezetten őt, a császári uralkodásra készítik elő éveken keresztül válogatott tudósok, megismeri a keleti gondolkodást, meg hazaérkezik és megismeri a nyugati gondolkodást. És akkor ez a két világ, ez nem vész össze benne, ennek a súly alatt ő nem roppan össze, hanem mint a kariatidák gyakorlatilag rezzenéstelen testtartással ő képes végig hordani ezt a terhet. Na most ennek a tehernek a súlyát
A játékossággal való feloldás mellett azért szeretnék megjeleníteni ebben a játékban. Tehát még tavaly egy szenvedélyétől megszállott uralkodóval viszonylag könnyű dolgunk volt. Itt az aranykor trónusát megjelenítve annak metafizikus és valóságos tartalmát is megjeleníteni. Ez egy sokkal nagyobb rendezői és írói feladat lesz. Szerkezetében most az ötödik év, ez miben lesz majd másabb, mint a korábbi évek? Ugye mindig volt egy kicsi újítás, most itt egy-két látványelemből ma is már láthattunk képtekintést. Igen, az egyik, ami biztosan szemet szúr az első pillanatban mindenkinek, aki már volt korábbi szertartás játékokon, hogy felhagytunk azzal a kísérletünkkel, hogy építészeti és díszletelemekkel megpróbáljuk rekonstruálni a Nagyboldogasszony Bazilika körvonalait. Most nem fókuszálunk a Nagyboldogasszony Bazilika virtuális képzetének a felébresztésére. Amit most ábrázolunk, az kifejezetten egy szimbolikus díszletelem. Szimbolikus, mert ötvözete a magyar királyi koronának és egy bizánci templom kupolájának. Tehát a kettőnek egy különös ötvözete. Ebből aztán természetesen számos egyéb következmény adódik, a szereplők mozgása, az egész látványvilág az gyökeresen különbözni fog a korábbiaktól. A másik, ami nagyon fontos, hogy olyan színpadi stílus jelenik meg a színpadon, ami idáig még nem volt, mert ezen a színpadon már voltak énekesek, volt kórus, zenekar, táncosok, színészek, mindenki volt. Na egyetlen nem voltak még artisták, meg légtornászok. És persze valaki fölteheti a kérdést, hogy na hogy kerül a cirkusz a színpadra? Itt azért ezt sürgősen helyesbítenem kell, hogy itt nem a cirkusz kerül a színpadra, hanem a cirkusz művészet. A cirkusz művészet néhány képviselőjének néhány egész különleges attrakciója, de nem mutatvány szinten. Tehát itt a cirkuszi elemek nem mutatvány szinten, hanem sokkal inkább szinte szimbólumokat hordozva jelennek majd meg. Hogy ez konkrétan mit jelent, azt hagyd ne áruljam el, mert akkor nem lesz meglepetés. Még itt a végén a szereplőgárdáról ugye a nevek között találkozhattunk hát nagyrészt olyanokkal, akik már a korábbi szertartás játékokban is szerepeltek, viszont harmadik Béla a szerepét idén Hirtling István kapja, aki még nem szerepelt itt a Nemzeti Emlékhely fölötti színpadon. Miért ráesett a választás, mint harmadik Béla? Elég nevetséges, de mégis azzal kezdem, harmadik Béla egy nagy ember volt, magas ember volt, föl kellett ránézni, és ez az abban a korban, amikor a 160 centinél megálltak az emberek a növésben, ott egy ilyen, ez egy óriásnak számított, és Szent Lászlón kívül nem ismerünk más magyar királyt, akinek a testalkatáról így emlékezett volna meg, már így emlékeztek volna már meg a kortársak is. De hát természetesen akkor az előbb egy vízilabdást is, vagy egy kosarast is választhatta volna a harmadik Bélának, tehát nem ez motivál, hanem István, aki nagyon jól ismerem, és ismerem az ő harmonikus egyéniség. István egy harmonikus egyéniség. Függetlenül attól, hogy nagyszerű drámai színész, de mégis az egész személyiségében van valami harmóniára törekvés. És én így képzelem harmadik Bélát is. Egy harmonikus személyiség, és ezt a harmóniát árasztotta magából, és ezt a harmónia teremtette meg azt a nagy Magyarországot is. Azt hiszem, hogy a második legnagyobb hatású magyar királyról készül ez a idei szertartásjáték, koronázási szertartásjáték, és miután István királyt már játszottam, arra gondoltam, hogy hát szerintem a sorba jól fog kinézni, hogyha a harmadik Bélát is eljátszom egy ilyen alkalommal. Természetesen ez nem egy színpadi drámai mű. Itt nagyon sok múlik majd azon, hogy hogyan tudjuk személyessé tenni az ő történetét. Engem nagyon, nagyon inspirál, hogy azon a helyen mozoghatok majd, ahol
őt is megkoronázták, sőt, hát ugye az ő földi maradványait ott meg is találták ennek a bazilikának az altemplomában. Tehát erről előre nem tudok beszélni. A korábbi előadásokból, amiket láttam, azok engem lenyűgöztek. A monumentalitásukkal, a helyszín kisugárzása miatt. Hát amikor majd én állok ott, azt nem tudom, milyen lesz. Megpróbálom elsősorban szakmailag megközelíteni a feladatot, és előzőleg pedig elvégzem azt a személyes munkát, ami ahhoz kell, hogy elég hideg fejjel és elég koncentráltan jelen tudjak lenni, és ne az érzelmeim uralkodjanak el rajtam, hanem a feladat és a kihívás fontossága. Ezt a bizonyos koronázó templomot. A koronázási ünnepi játékokat Fehérvár polgármester is a nagyközönség figyelmébe ajánlotta. Mint mondta, évről évre különlegessége a monumentális produkciónak, hogy a nemzeti emlékhelyen a magyar uralkodók egykori koronázó és temetkezési helyén várja a magyar történelem iránt érdeklődőket. Azt gondolom, hogy talán a legnagyobb egyediségét éppen a helyszín adja, az, hogy ezt a autentikusan ezen a földön egyetlen egy helyen lehet megrendezni, az pedig Székesfehérvár, és azon belül a Nemzeti Emlékhelynek a területe, az a hely, ahol ezek a szertartások évszázadokkal ezelőtt megtörténtek, lezajlottak. Természetesen nem pontosan tudjuk, hogy ez hogyan történt, nem pontosan ismerhetünk minden részletét, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon sok mindent igen, és a helyszín az pedig mindenképpen adott, és azt hiszem, hogy ez adja a különlegességét is. Nagyon érdekes volt itt a sajtótájékoztatón megfigyelni, hogy a művész emberek, akik megszólaltak, és akik már ezen a szertartásjátékon különböző szerepeket betöltöttek, megszemélyesítettek, ők pont ezt fogalmazták meg, hogy ő nekik is ez egy borzongató érzés, hogy azon a helyen történik meg ő általuk megmutatva ez a szertartás egy-egy királyhoz kapcsolódóan, ahol annak idején maga ez a koronázási szertartás megtörtént. Én azt gondolom, hogy ez adja a különlegességet, és ez adja azt is, ami szintén elhangzott itt, hogy ezt hitelesen csak Fehérváron és annak ezen helyszínén lehet megmutatni. Ugye most az ötödik ilyenre készülünk, ugye 2022-ig van ez a terv, mondjuk úgy, hogy megfogalmazva, az Aranybulla 800. évfordulójáig, ami szintén Székesfehérvár számára azt gondolom, hogy kiemelt ünnep lesz, és azt hiszem, hogy évről évre ez egy olyan szertartás, ami pont ebből a helyszínből fakadóan egyedi, mondjuk úgy, hogy megismételhetetlen, és amit érdemes eljönni és megnézni. Nyilván azzal a kavalkáddal együtt, ami a királyi napokat jelenti a Székesfehérvár belvárosába, ami egy másfél hetes rendezvénysorozat, rengeteg szereplővel, együttműködő partnerrel, rengeteg olyan dologgal, ami ennek azt gondolom egy nagyon-nagyon szép történelmi szempontokat is megmutató rendezvénysorozattá emeli a királyi napokat, ami szerintem egészen különleges a magyar, mondjuk úgy, hogy fesztiválok között, talán pont megint azért, mert hogy Fehérvárhoz kötődik és csak ehhez kötődhet. A hatalmas óriás bábokra azonban nem kell augusztusig várni. E hét szombattól kezdve minden hétvégén találkozhatnak majd velük a fehérváriak a belvárosban, a koronázási ünnepi játékok promóciós rendezvényein.